újabb kellemes reggel valahol Európában, kamionterminálban. Az ember felébred a kellemes Volvo FH16-osában, lenyitja hánykolódáskori leesés gátló. Jó reggelt, kiskutyát! És hát rendes kamionos lévén az fölveszi az üzemszerű védőruházatot, a baseball sapkát és a kamionos szemüveget. Aztán leküzdi magát a létrán, és első mozdulatával, mondjuk lábbal bekapcsolja az állófűtést, mert hideg volt az éjszaka, és ugyancsak lábbal fölteszünk egy jó ZZ Top CD-t. A kamionosok legalább akkor a sznobok, mint az autósok vagy a traktorosok, tehát ez az, amitől igazán hanyatt esnek, ez ugyanis a világ jelenleg létező sorozatban gyártott legerősebb kamionja, illetve hát vontatója, vagyis traktorja, a Volvo FH16 750. Az FH önmagában nem menő, az a Forward High Cab, tehát ez a bulldog fülkét jelenti, a másik az a csőrös kamion, de az Európában nem létezik, mert az túlméretes lenne. A 16 arra már azért meghunyászkodik egy 13 literes kamiont vezető kamionos, hiszen ez a 16 literes soros hathengeres és 750 ez a lóerőszám. Ekkora erőjű kamionok még Amerikában sincsenek. 1987 óta gyárt a Volvo 16 literes motort, és hát most ez egy 25 éves évfordulós különleges kiadás, úgyhogy gyengéllátó kamionosok kedvéért elég nagy betűkkel felírták a szélvédő fölé is. Volvo kamionból a 13 literes az körülbelül 80 ezer euró, ez viszont nagyjából 130 ezerben van, és most már fel is tárult hitünk szent titka. Nézzük meg a motort! Tudom, hogy ez vizuálisan sose akkor öröm, tehát munkagépeknél ez marha jó hangzik, hogy 13 liter, de a végén mégis csak egy ilyen hosszú vastömböt kapunk. Az ember azt írni, hogy itt maximum egy hűtőt fogunk látni, és hát valóban itt is a hűtőfolyadék, a fülke légrugói, a fékrendszer és a vontatmány fékrendszere, ez itt a szuszogónak a hangtompítója, tehát amikor elengedik a fék levegőt, akkor ne tüsszenjen akkor át, hogy minden csaj bepisíri ettében. Itt lehet tölteni a motorolajat, kérem, kiáltozzák kórusban, húzd ki a nívópálcát, húzd ki a nívópálcát. Köszönöm, hát akkor kihúzom. Úgy látom, van benne olaj. És már hallom is a közönséget, amit egy emberként ordít. Közlekedjünk, közlekedjünk, indítsd be, Robi! Összeállítottak nekünk egy túlméretes szállítmányt. Véletlen volt náluk kéznél egy 20 tonnás Volvo homlokrakodó, és van még egy 25 tonnás utánfutó hozzá. Tehát akkor fék, rögzítőfék kiold, a váltót berakjuk alba, és szépen szolidan elindulunk, hármas. Még nem értik el a 20-at, de már 4-esben vagyunk. Rengeteg, hatalmas méretű tárolórekesz, különböző menetleveleknek, de a legfontosabb egy kamionosnak mégiscsak a hűtőszekrény. Ugye itt állítható a hőfok és az alufóliás csirkecomb. És hát ugyan van rendes pohártartó és pohártartóhely, de egy kamionos az kizárólag 2 literes palackban tud gondolkodni.
A Volvo egy északi márka, ezért aztán a Volvo belterek, a Volvo személyautó belterek arról legendásak, hogy minden gombot kezelő szervet működtethetünk akár egy ujjas bundakesztyűben is. Ez még hatványozottabban érvényes a kamionokra, itt egy Yeti is simán elboldogulna mindennel. Felfedezhetünk olyan alkatrészeket, amelyek a rendes személyautó Volvókban vannak, például a világítás kapcsolója, de a személyautó Volvókból lehet ismerős a navigáció képernyője, ami itt a Dynafleet Flotta Manager rendszert mutatja, ami motorindításra szépen kiemelkedik, és egy pedállal állíthatom a kormányt, ami azért jó, mert rálépek, és ki is tudok szállni. Majd aztán beszálltam, és beállítom, ahogy kell. Ennyi ülés extrát én személyautóban még nem láttam. Három szinten állítható deréktámasz, több szinten állítható támla, külön állítható a fejtámla, hogy mennyire támaszza alá a fejünket. Ülésfűtés csak egy fokozatban, viszont az ülés szellőzés, hát egy kamionosnak nyilván az a legfontosabb, hogy ne izzadjon meg két fokozatban, akkor az egész ülés előre-hátra, az ülőlap előre-hátra, ülőlap döntögetés, és a légrugó keménysége, igen, attól függ, ki mennyire keményen szeret hintázni. A váltó egy 12 plusz 4 fokozatú robotizált kézi, tehát ez egy rendes tolókerekes váltó, nincsen ilyen nyomatékváltó kamionokban. A 12 plusz 4 fokozat azt jelenti, hogy 12 előre, 4 hátra. Az az érdekesség, hogy nincsen P fokozat, hanem csak rükkvert, üres, automata vagy manuális. A fogyasztás egyébként olyan 30-33 liter körül van, olyan átlag 10%-kal fogyaszt többet, mint egy 13 literes. És ugye 16 liter 6 hengerben irtózatos löket hozt jelent, az adja ugye a nyomatékosságot, ami 3550 Nm, amit már 900-as fordulattól lead, és ugye a 12 fokozatú váltónak köszönhetően 90-es utazó sebességnél olyan 1200 körül forog. Hogy egy ilyen kamion tehát simán elmegy 1,5 millió kilométert, van, aki akkor veszi meg használtan, de akkor már ne is álmodozzon nyugat-európai fuvarokról, azt az emissziót már ugye Nyugat-Európában nem engedélyezik, de akkor még mindig el lehet járkálni Magyarországon, vagy meg lehet célozni Dél-Európát, Románia, Bulgária, Görögország, az se egy utolsó életforma.